dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmesek tetteit. Áldjátok, népek, ami Istenünket. Hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk nyomjon. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk kezdetén a 161. dicséretünk első versét énekeljük. Fennállva ez a korábbi énekeskönyv 377-es számú éneke. A 161-es számú ének első versét énekeljük. Szentlélek, védj körülünk. Helyünket elfoglalhatjuk.
amikor Jézus együtt volt velük, megparancsolta nekik. Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltetek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik, nem a ti dolgotok, hogy olyan időről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúink lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, a föld végső határán. Miután ezt mondtam, szemük láttára felemelkedett, és felhőt akarta előtt a szemük előtt. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt fölmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi állatkörnek. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. És hadd emeljek ki a 10. és a 11. verset. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi álltak mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Amen. Nem tudom, szerintem testvérem, hogy hányan láttátok a Forrest Gump című filmet. Szerintem egy olyan film, hogy mindenkinek látni kell legalább egyszer. És annak az eleje és a végén is hasonlóan kezdődik és fejeződik be. A főszereplő itt abban a jelenetben egy dolpia. Valószínű, hogy az egyik konfirmandus most azt mondja, hogy ezt nagyon jól megfelvették. Tehát ahogyan lekövette a kamera ezt a dolpihét, ahogyan egyre közelített rá, és aztán megérkezik ez a dolpihe Forrest Gumpnak az ölében, hát azt azért profi megcsinálták. De a vége is nagyon jó, amikor ez a dolpihe elmegy. Ugye kinyitja a könyvet a végén, amikor elindul a busszal a kisfiú kinyitja a táskájába ezt a könyvet, és ez a dolpia újra útra kell, és aztán elmegy messze. Nem tudom, hogy gyerekkorotokban voltatok úgy, hogy például szappanbuborékot fújtatok, és aztán lefeküdtetek és néztétek, hogy megy el, és követtétek egész az utolsó pillanatig, ami még látható volt. Vagy, mikor valakinek a fontos családtagja elutazik repülővel, és megadatik, hogy nézz a repülőt, amíg elindul. És követed a repülőt egészen addig, amíg el nem tűnik. Amíg nem csak pici lesz, hogy csak meg kell fogni lehetetlen az égről, hanem már nem is látsz. Az a szó, az a kifejezés, amit szerepel a Bibliában, tanítványokra nézve, hogy tudni feszültek, néztek az ég felé, az ezt próbálja megölni. Lehet, hogy a külső szemlélő azt mondaná, hogy bámultak az égre. Mint aki már nincs is ott. Mint aki nem is tudja, hogy mit néz, mert már nem is látja, amit néz, mert már nem látható. Jézus felhőt akarta erre szemünk elől, eltűnt. Egyre kisebb lett lehet, és aztán már nem is látták, már csak úgy sejtették, mintha ott lenne, de már nincs ott az ő szemük előtt. A tanítványok így nézték Jézust, amikor már nem is látták. De lehet, hogy még utána is. Hiszen nem csupán a csoda van a lelkünkben, hogy csinált ezt Jézus. Persze előtte már 40 napig azzal találkoztak, hogy hol megjelent, hol eltűnt, nem volt ez új a számukra, de nem csodálkoztak, nem csupán elméláztak, de talán még szomorúvá is álltak, hogy most már aztán tényleg mi lesz. Most már aztán elment tényleg Jézus.
Talán hihetetlen, hogy így érjen véget ez a történet. Fekete Kár írásában így olvashatjuk ezt, hogy együtt a csapat, a 11, a gyülekezet, az első közösség, még a család is, hiszen ott van Mária is, és jön a nagy kiszakadás. Íme csupán egy szempillantás, és itt marad Krisztus gyülekezete, Krisztus nélkül. Mint azt mondanák, hogy végállomás. Ahogyan 30 nappal korábban már talán egyszer így érezték, de aztán Jézus újra is újra megjelent közöttük most már, mintha vége lenne mindennek. Korábban már mondta is Péter, hogy hát menjünk vissza halászni, mert nem tudjuk, hogy mi lesz tovább az élet. Mintha vége lenne az álomnak, végérvényesen. Mint mondta a végállomás, aki már utazott a metrón, azt tudja, hogy mikor ott vagy végállomás, akkor azt is mondják, hogy kérjük a szerelvényt, elmegy. Az a szerelvény, bár tudjuk, hogy tovább megy, de nem megy tovább. Azt mondják, hogy ez a szerelvény nem megy tovább. Ki kell szállni. Ott kell hagyni. Az az út már nem megy tovább. Mintha végállomás lenne. Mintha ketté törne a történet, vagy filmes szakmai nyelven estét. A vágás. És nem folytatik a történet tovább. Felvetődött magam, hogy lehet-e szimbolikus üzenete ennek a történet résznek a mai napra nézve? Talán igen. Felteszi neked ezt a kérdést, kedves konfirmandus testvérem, hogy ma túl leszek ezen? Nem vesztett konfirm, nem vesztett kikérdezés, nem vesztett kérdés, amikor a választ meg kell tanulni, nem vesztett kérdés felni, amikor a választ kell adni, vége, vége. Nem érkezik. Ki lehet szállni? Nem megy tovább abban a formában a szerelvény, ahogyan eddig. Mert lehet, hogy hiába volt a sok játék, a jó közösség, az együtt töltött pillanatok, a hétvégén a sok nevetés, talán még az új barátok közül, akit mondtatok, hogy ennek ezért hálások vagytok, az új barátok közül egy-egy megmarad, lehet jó szájtársak, az lehet, hogy az életben majd találkoztok, de a kérdés, hogy ott a mélyen, a születményen történt-e valami? Vagy elhagyod a szeretnét. Mert mit is lehetek gondolni arról, hogy mi van ezután? Ahogyan a tanítványok szinte nem is sejtették, hogy mi lesz néhány nap múlva. Hiszen tudjuk, hogy a fent, ahova Jézus felment, az nem úgy van, hogy fent. Hiszen már meséltem nektek, hogy amikor Gagarin az első embertek kikerült a világra, de mit mondott először a rádióban? Nem látom Istent. Az a fent nem az a fent. Felfoghatatlan, nem az égbolton felül van a mennyország, amit kisgyerekkorban így képzeltetek el. Felfoghatatlan a számunkra, hogy ez egy térben és időben egy olyan dimenzió, amit nem tudunk megérteni a földi életünkben. De én úgy érzem, hogy ez a történet nem a metró végállomáshoz hasonlít, hanem sokkal inkább egy olyan sorozathoz, aminek a adott napon csak a felét játszák le. Tudjátok, mi van ott a végén? Főleg, hogy ez angol sorozat, akkor azt mondod a kiírva, hogy to be continued. Vagy rövides észünk, vagy folyt köv. Folytatás. Következik a folytatás. Mert a történetben az látszik, hogy ez nem maradhat itt agyban. Ennek folytatódni kell valahogyan. Jézus előtte jött el, hogy azt mondja, hogy tanúim lesztek majd. Nem azt mondja, hogy legyetek, nem azt mondja, hogy akartok, hanem kijelent, hogy tanúim lesztek majd. Judeában, Samáriában, a föld végső határán. Nem azt mondja, hogy akarjátok, akkor csináljátok ezt, hanem kijelent, hogy ez így fog történni, mert Jézus már tudja, hogy mi lesz 10 nap. De hatalmas a jézusi kockázat. Mit kezdenek ezzel a tanítványok? Ezzel a kijelentéssel. Az lesz, mint nagy pénteken volt? Hogy szétszaladnak? Hogy nem tudnak kitartani? Az lesz, mint előtte éjszaka, hogy senki sem tud vigasztani vele?
Hogy fogja képviselni ezt az ügyet a Jézus megtagadó, a feltámadás ellen hívő, a Jézusban botrákozást találó tanítvány? Hatalmas a rizikó, de Jézus mégis rájuk vissza az ő szeretét. És ez az üzenet most nektek is szól, kedves konfirmandusok. Én nem tudom, hogy mit látok bennetek Isten, amikor megérintetesz. Amikor szüleiteken keresztül ebbe a közösségbe hozott a kereszténység családjába, akkor elhoztak titeket keresztre. Nem tudom, hogy gondoltál már arra, hogy miért éppen te vagy itt most? Hogy te miért vagy itt most? Vagy még csavarodok, most miért vagy itt? Mi a célja annak, hogy te ma ide ki fogsz állni? És beszélni fogsz arról, hogy megtanultál. Hogy miért kellett ezt a két évet megélned ebben a közösségben, és miért ismerkedtél meg pont azokkal, akikkel megismerkedtél. Vagy miért maradtál plusz egy évet. Jézus rád akarja bízni az üzenetét. Azt mondja, hogy legyél a tanuló. Azt mondja, hogy az életed szól róla. Ismeretekbe gyarapodtál az elmúlt két évben. Ahogy a néhányan mondtátok is, hogy hálásak vagytok azért, hogy több dolgot megtudtok Istenről, meg Jézus Krisztusról, meg a Bibliáról. De mi van még a szíved mélyén? Mert Jézus nem csupán azt mondja, hogy lesznek nekem tanúim, amikor eltávozik a küldöttek, a két angyal azt mondja, nézzetek már, mert ne bámuljatok már az ég felé, ne bámuljatok már, hát több van itt ennél. Szóval Jézus, aki feltetett, vissza is fog jönni, és ez az ígéret, hogy vissza fog jönni, amit mondhatunk, hogy majdnem 2000 éve be nem teljesül, de hála Istennek, hiszen ezért lehetünk itt, mert még nem jött vissza. Szóval ez az ígéret, mintha meg akarná erősíteni az előző pontot, hogy lesz nekünk. Mert mintha most máshol történne minden. Mintha már nem az érzés van a tanítványban, hogy el kell szaladni, hogy vissza kell menni halászni, hogy folytatni kell az életemet úgy, mint eddig, hanem mintha az a feszültség lenne tapintható ebben a történetben, ami az együttmaradás feszültség, hogy várjunk még egy kicsit, mert hát, ha történik. Ez a várakozás feszültség, ami talán nagyobb minden egyik feszültségben, ami tanítványokban volt. Hogy mi fog történni néhány napon belül, ők még nem tudják, mi már tudjuk, ők még nem tudják, hogy mi fog történni. Mi tudjuk, hogy a Szentlélek kiáradása eseménye történik 10 nap múlva, hogy ezek a tanítványok, akik bezárkoznak a felső szobába, bátor hitvallókká válnak, hogy a megtanulják. És megerősítő ígéket mondanak arra, hogy Isten hogyan teljesítette az ígéretét. Együtt vannak, imádkoznak, várakoznak, mert még nem tudják, hogy Jézus megteszi a tégért, még nem tudják pontosan, mi fog történni velük. Én sem tudom, hogy 10 nap múlva mi fog történni veletek. Persze tudom, hogy újra itt lesznek, tudom, ide ki fogtuk majd állni az urasztalak köré. Tudom, hogy hitvallást fogtuk tenni, amit megtanultatok ezt elmondja. És mégsem tudom, hogy mi fogtuk tenni. Lehet, hogy nem fogunk lángnyelveket látni. Pünkös vasárnapján látok számom, hogy a tanítványok látták ezt, hogy a Szentlélek járvány. De lehet, hogy valami más elindul a szívedben. Lehet, hogy elkezded érezni az életedben a Szentlélek munkáját. Lehet, hogy tapasztalni fogod a lélek gyümölcsét, meglátják mások rajtad, és azt mondják, hogy hát én nem is vettem észre, hogy ilyen kedves. Hogy jó szív. Hogy így tudsz örülni. Hogy szeretet van benned. Hogy türelmes vagy, pedig eddig nem nagyon voltál. És az Isten szent lelkének munkája benned. Mert a tudás fontos,
de nem a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy mi változott benned az elmúlt két évben. A tanítványokban annyi változott nagymentekhez képest, hogy már nem tudnak el. Hogy most már engedelmeskedni. Azt mondja Jézus, hogy maradjatok együtt, amíg el nem tudom a megérvelni. És ők engedelmeskedni. Visszamennek, várnak, reménykednek és imádkoznak. Nem tudom, hogy nektek, és ez nem csak óvatosan szól, és az egész nem csak ő nekik szól, csak elsősorban nekik fogalmaztam meg, hogy nektek mit jelent a Szentlélek áldása. Hogyan képzeltétek el, mielőtt még nem tudtatok róla semmit, vagy most még nem tudjátok igazán, hogy mit kell elképzelni. Szerintem a Szentlélek áldása azt jelenti, hogy Isten betölti az életedet, amit át kell élned, ezután Isten akarata szerint kell cselekedned, Isten akaratát kell keresned, és azt szerint kell élned. Én nagyon szeretném azt remélni, hogy ez 10 nap múlva, vagy hamarabb, vagy kicsit később, de bekövetkezik. De aztán az is lehet, hogy majd kell várni egy évet, három, öt. De ha azért imádkozunk, hogy minél hamarabb megtapasztaljátok, én hiszem, hogy ez benne kezd. Hiszen ettől kezdve már a templomban jössz, nem azért jössz, mert anya azt mondta, hogy menj el. Még csak nem is azért kell jönni, mert anya azt mondja, hogy gyere velünk, hanem lehet azért jönned, hogy újra és újra figyelj el Isten, mit akar. Lehet úgy hallgatni egy igehirdetést, nem az órát kezdve, mert megint 82 percet beszél a tiszteletesen, hanem hogy mit üzen ma nekem. És lehet és szabad újra és újra a csendes percben azért kívánkozni, hogy Istenem mutasd meg az életem útját, és vezess engem a te utakon. Ettől kezdve ez a te döntésed. Adja az Isten, hogy a Szentlélek áldásánkát élve újra és újra részt vegyed az Isten közösségének az életében, amelyre hívunk mostantól kezdve mindig. Amen. A konfirmandusok vizsgatételére most készüljünk a 25. Zsoltár első és második versében. A 25. Zsoltár első és második verset énekeljük. Szívemet hozzátevelem, és benne. Thank you.